A Finn Nemzeti Levéltár már 2 évvel ezelőtt elkezdte a gyűjtést a most látható tárlathoz. Hosszas munka után eredeti dokumentumok, kiadványok, festmények és korhű tárgyak felhasználásával készítették el azt a kiállítást, amely Magyarországon először Nyíregyházán látható. A középkortól egészen az 1920-as évek elejéig Finnország történetét mutatják be a rollapok. A Nyíregyházi Magyar Finn Baráti Egyesület idén már 2. alkalommal szervez programot a függetlenség 100. évfordulója alkalmából. Az aktivitás jó, inkább talán a kiöregedés az, ami általában Magyarországon, az Egyesületeknél, mert sokfelé Európában némi fejtörést okoz, hogy hogyan lehet a fiatalságot megújítani, mert egy új generáció az, aki most felnővőben van és másképp viszonyul az információhoz, de mivel ez a mostani kiállítás az Egyesületünk titkára, Hudivók Róbert javaslatára olyan helyen van elhelyezve, ahol minden korosztály korlátozás nélkül meg tudja tekinteni, bízunk benne, hogy ezen keresztül a fiatalok is megállíthatóak lesznek, és fel lehet kelteni az érdeklődésüket a finn kultúra meg Finnország iránt. Finnországban 1917. december 4-én írta alá a kormány a függetlenségi kiadványt, a parlament pedig december 6-án hagyta jóvá. Így hivatalosan azon a napon szakadt el az ország Oroszországtól. Finnország akkor már 1154 óta svéd uralom alatt állt, 1809-től függetlenségükig pedig a cári Oroszország önálló finn nagyhercegsége volt. A centenáriumi 2017-es évben Magyarországot is kiemelten kezelik majd a decemberi függetlenségi napi rendezvényen. A két nyelv rokonsága fontos tényező volt a nemzeti identitás kialakításában is, a két ország kapcsolata pedig egyre szorosabbá vált az elmúlt 200 évben. Például a finn-szovjet téli háború idején is toboroztak önkénteseket hazánkban a finnek segítésére. A tárlaton a Nyíregyházi Magyar Finn Baráti Egyesület alapítója is köszöntötte az érdeklődőket. Én 3 évig voltam magyar lektor a Helsinki Egyetemen, 1981-től 84-ig. Egyébként finnugor szakon végeztem a Debreceni Egyetemen, vagy finnugor szakon is, és hát ezek mind alapul szolgáltak ahhoz, hogy erősebb volt az érdeklődésem Finnország iránt, illetve akkoriban, amikor hazajöttem a finn lektorságom után, finnországi lektorságom után, 1984-ben, akkor már kezdtek lenni, létrejönni magyar-finn társaságok, klubok, egyesületek, illetve hát ezt akkor még így nem nevezhettük, hanem baráti társaság, ugye, és az egyetlen a finnen kívül a szovjet-magyar baráti társaság volt. A finn történelmet felidéző tárlat augusztus 25-éig ingyenesen látogatható a Nyíregyházi Korzó Bevásárló Központ 2. emeletén.